Na sziasztok srácok, bekerültek a shopomba nagyon-nagyon király menő és új PGT Danis termékek, mint például a táska, a toltartó és a tornazsák. Ha esetleg ilyen király cuccokkal akarod kezdeni a sorit, akkor mindenféleképpen csekkoljátok le a shopomat, a leírás legfelsőbbre ott van. És minden egyes ilyen rendelt csomag után kaptok egy általam aláírt, dedikált, nagyon menő lapot. Én pedig addig ezeket a termékeket kisorsolom, szóval ha esetleg akartok nyerni, akkor iratkozzatok fel. Jó mindenkinek, sziasztok srácok, kedve vagyok, és bizony itt vagyunk egy következő videóban, ahol most nem más lesz, mint eljöttünk a Meki-meki-sel, szia kis! Wuff, wuff, hello! Na, szóval, igen, wuff, wuff, mi az, most nem fogsz beszélni, vagy mi van veled? Nem fogsz beszélni? Hát, beszélj már! Na, szia, halló! Jó, akkor nem kapsz kaját. Na, jól van. Jól van, oké, na, nagyszerű. Szóval, srácok, most bizonyám a Meki-ben ki fogjuk próbálni a lehető legrosszabb kajákat. Reméljük, hogy azért annyira nagyon nem lesznek rosszak, de igazából, ja, Istenem. Fú. Miért eszünk ilyeneket? Hát, hallod a legrosszabb kajákat, én erről nem is tudtam, akkor inkább buffogok tovább. Nem, sajnálom, muszáj, oké, akkor soha többet nem kapsz kaját, hogyha ez sem. Jól van. Szóval, akkor szerintem vágjunk is bele. Igazából oda kéne menni megrendelni, nem mindegy. Jó, kívánok a legszarabb kajákat, kérjük! Igen. Sziasztok, mit szeretnétek enni? Hát rossz kajákat, nagyon-nagyon rossz kajákat kérnénk. Úristen. Ennyi? Jó van. Mi az? Fúj, ne! Rohadt zöldséges saláta? Húsz nélkül ráadászul? Ravatyám, na jó, van, fúj. Dani, tehát az egy dolog, hogy rohadt zöldséges, amíg hús sincsen benne. Na jó, kis, viszont elfelejtem neked elmondani ennek a videónak a lényegét. Tehát, hogy amelyikünk kevesebb pontot szerez, amúgy az a lényeg, hogyha megeszel egy ilyen nagyon gusztustalan kaját, akkor kapsz egy pontot. Amelyikünk a több gusztustalan kaját eszi meg, annak nem kell fizetni a mai nap végén, szóval ja, ez a lényeg. Mi? Igen, miért tehát, hogy... jöttünk akkor egyáltalán, nem lenne ki semmi értelme? Azért, mert ez egy kihívás! Érted? Jó, mindegy, én beoltam a kizével, éjséggel. Jó, jaj, köszönöm szépen, nagyszerű. Jól van, oké, rohadt zöldséges salátát ezt megeszed, vagy nem? Hát, akarsz fizetni a végén? Nem akarok. Jó, egy harapást tegyél belőle, vagy valami. Na, gyerünk. Na? Na, milyen? Savanyú esküszöm, pedig ebben ilyen saláta van, a saláta meg nem savanyú, meg van benne paprika, és az is olyan savanyú, hogy Fúj! Jó, ezt nem tudom, miért csináljuk magunkkal, de ez nagyon rossz. Miért kellett ez a víz? Miért kellett itt ilyen vízét? Következő! Mit következő? Több is kell! Mi a következő? Mi? Mi ez? Mi? Hatalmas nagy burger cuc smoke. Ez miért undorító? Amúgy ez tök jól néz ki. Hát ez még igen, egy egészen jól néz ki, amúgy kéne megmutatom egy kívülről is. Ez egy normális, nem tudom minek néz ki ez, amúgy őszinte leszek, egy ilyen... nem tudom, mondjuk... gyírosz félének? Talán. Egy éve a hűtőben van. Mi van? Aha, értem, oké. Én ezt biztos adnám. Én ezt vissza is adom. Nem eszed meg? Nem, én vissza is adtam, én ezt nem. Biztos, hogy te akarsz fizetni a mai nap végén? Azért, mert egyet nem eszek meg, attól nem én fogok. Jól van, lehetséges, nem tudom, hogy megegyem. Srácok, légy szíves, dobjatok egy lájkot, mirigasztok fel, hogyha esetleg velem vagytok, vagy valami, vagy szurkoltok nekem, mert... Istenem. Na jó, van, 3, 2, 1, és akkor most dobjatok egy lájkot, és én addigra pont megeszem. Fúj, érzem a szagát, hogy ilyen rohadt húj szaga van. Ez nagyon rossz, fúj. Ez kapja az, aki buta és megeszi az ilyen gagyi cuccokat. És hát akkor szerintem jöhet a következő nagyon gagyi kaja. Istenem? Jó, oké. Végre egyszer én vettem fel. Chicken nuggets. Na, chicken nuggets, ez nem is néz ki annyira rosszul. Chicken nuggets, hát figyelj, én meg is tettem akkor. Oké, és királyság. Kukából lett kiszedve? Fúj, én meg nem bírom megenni, mert tele vagyok. Jézus, adj már be megint olyan éjség cuccot. Ja, jó van. Király, nem áll. Jó, mindegy, ez még ahhoz képest annyira nem durva. De maga a tudat. Jó, mindegy, nem baj. Ehető, figyelj, ehető. Figyelj, ehető, jó? Normális, végül is. Jó, ez mindegy, nem baj. Na jó, van, kérnénk, akkor viszont 3-3 idáig, nem? Ja, de ne oda! Gömbhal burger. Mi? Fúj! És kilóg egy hab szárny belőle.
Új, de nem szokás olyankor levágni. Majd nem tudom. Meg alapból egy, gondolj bele egy ilyen burger cucc, amiben rendesen ilyen hal van, és legalább nem van nem nyers azért. Menjem? Megeszed? Feljelzem el! Ki van, mentő, kász! Valaki szegény felcsőben jelzett, hogy jó haj! Halló! Megeszem valamit, legszüttel nyelvemet! Nyugi, vár, kis tag! Ne nevessél, valamit haj! Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza! Gyere vissza! De szedd már ki a tüszkét a nyelvemből! Jó van, nyugi, majd kiszed a... Gyere ide, gyere ide, gyere ide! Na jó, olcsál be azzal a cuccal, de ugye azt nem tudom, miért kell mindig mondanira mindegy. Nem történt semmi. Túltam el, most próbálja a látásom tőle. Amúgy eskü nem rossz. Hát ez egész finom. Kérnénk még egyet, hogy álljon az éjjébe így vele egyet, nem kell. Na jó, oké, utolsó kör van, nagyon durvát adjon, légy szíves, hogy ne kelljen nekem fizetnem, kérlek. 50 fokos melegben rohadt békön. Micsoda? Ne szívass rá! Ez nem is lehet olyan rossz, nem? Nem, tudom. Alapból több 100 fokon sütik. Hát jó, de abba gondolj bele, hogy 50 ro... Fúj! Ez ilyen nagyon száraz! Jaj, a békőben nincs meg az a szaftja! Rendesen kiszáradt, dehidratálódtam valami. Ezek nagyon rosszak, Jézusom. Hát ez nem sós, hanem ez édes. Kérnék akkor még valamit. Még vizet kérek, vagy valamit. Amúgy nem lenne rossz valami üdítőféle. Gyorsan, nagyon gyorsan. Köszönjük, jó van. Hú, Isten, adj nekem is. Adj nekem is. Adj nekem is. Adj már nekem is. Te hallod? Oké, mindegy, úgyis te fizetett. Köszönöm. Jól van, de nem már. Na jó, nem már. Adj már nekem is egyet, kérek. De nem viszem el. Kérek egyet. Jó, bemegyek. Hát nem tudom, ez hogy legyen. Penészes szendvics. A penész az mérgező, szóval én nem. Nem eszed meg? Nem. Feladod? Nem adom fel, csak nem eszem meg. Vagy ez az utolsó? Hát ez az utolsó. Na mi van? Hát úgyse fogod te se megenni, nem mered. Hát... Na jó, nem eszem meg, jó? Legyen döntetlen akkor, legyen döntetlen. Hú, és akkor... Hú, de ide add! Jó, legyen döntetlen, és akkor mind a ketten fizetünk meg ilyenek, és a gyémántot amúgyis én adtam volna neked, szóval akkor az enyém maradt, cső. Oké, és... Mi? Hát azok az én gyémántjaim lettek volna, most nehogy már azt én az egész takóda adjam neked, érted meg ilyenek. De amúgy egy ilyen neki miért létezik? Én teszek róla, hogy ez a neki több én elétezzem. Ne, Jézusom! Nyugalom, ne! Jól van, oké, gratulálok kis, hát srácok, akkor nagyszerű, a repit meg itt felrobbantotta a kis, gratulálok neki. Jó van, srácok, köszép, hogy itt voltatok, hát eléggé durván, na mindegy. Köszép, hogy jöttetek, Tyson-gal legközelebb, én Dani voltam, és itt volt velem kis. Sziasztok!